Sziasztok, kedves parasztok! Röviden akartam nektek beszélni a palesztin helyzetről még egyszer, és nem utoljára. Mert azt érzem, hogy az identitás zavar korszakát éljük, csak úgy, mint a nemi identitás, ugyanúgy a nemzeti identitás zavar korszakát is éljük. Ugye a nemi identitás zavaráról nem kell beszélnem, mindenki tudja, hogy miről beszélek. Ott van az LMBTQ, ott vannak a gender programok, érzékenyítés, stb. A nemzeti öntudattal kapcsolatban, a nemzeti identitással kapcsolatban meg itt van Palesztina, ami egy nem létező állam, nem létező palesztinokkal, ami egy politikai projekt tulajdonképpen, amit még a hidegháborúban hoztak létre az oroszok, a KGB által, és egy nagyrakás arab, aki ennek az áldozata, az tulajdonképpen palesztinnek hívja magát, és azt hiszi, hogy van egy palesztin ügy Izrael területén, de igazából igazi ügy nincsen, csak kreált ügy van. Izrael van, létezik, a jogi állam, azon belül élnek arabok, zsidók. Régen az egész területet Palesztinának hívták, de nem azért, mert hogy palesztinok éltek ott, hanem mert az ott élő zsidók is palesztin zsidók voltak. Tehát nyilván tudjátok, hogy a rómaiak adták ezt a nevet a területnek azért, hogy piszkálják a zsidókat, mert hogy Judeának hívták ezt az egész területet régen. Szóval, hogy a Palesztina az egy mesterséges ideológia. Ez azért jött létre, hogy Izrael gyöngítse. Ugye ott van Izrael, egy nagyon pici ország, 22 óriási arab ország veszi körül, és ahhoz, hogy Izraelt be lehessen állítani ilyen elnyomóként, ahhoz kellett létrehozni egy nála is kisebb etnikai egységet a régióba, ezek lettek a palesztinok. Ezek a palesztinok, ezek vagy szír, Egyiptom, Jordán, vagy iraki arabok, akik annak idején kaptak jordániai állampolgárságot, vagy egyiptomi állampolgárságot, aztán nem kaptak, mert nem adtak nekik. Beletolták őket egy ilyen palesztin áldozati helyzetbe. Megjegyzem, a mai napig Egyiptom, a mostani gázai terület az egyiptomi terület volt, az nem volt palesztin terület. Az ott élő arabokat Egyiptom nem fogadja be. Tehát ez, de nincs ilyen, hogy Palesztina nincs ilyen, hogy palesztinok. Vannak arabok, akik palesztinoknak hívják magukat, és azzal azonosulnak, és ezt el kell fogadni. Ezt el lehet fogadni, hogy ők egy ilyen illúzióban élnek, mint ahogy van egy férfi, aki abban az illúzióban él, hogy ő nő. Nincs is ezzel semmi baj. Egészen addig, amíg baj nincs belőle, mert amikor egy férfi, aki nőnek képzeli magát, bemegy a női öltözőbe, akkor abból baj van, vagy részt vesz női versenyeken, és mindent megnyer, akkor abból baj van. Vagy hogyha még amikor nők ellen elkövetett erőszakos bűncselekményt, akkor még férfinak azonosította magát, de mire a bíróságon meg kell lenni, és a büntetést le kell tölteni, addigra már nőnek azonosítja magát, ezért női börtönbe kerül, ahol nőket erőszakolnak, akkor megint baj van azzal, hogy valaki egy nem létező identitást vesz magára, egy olyan identitást, ami nincs, amit a valóság nem támaszt alá, nem igazol vissza. Ugyanez van Izraelben. A palesztin identitás az nem létezik, az csak azért létezik, mert kitalálták, és emberek hisznek benne, és ezt gondolják, hogy ez van, de igazából nincsen. Úgyhogy ennyi. Ha ezt megértjük, akkor szerintem sikerülhet egy kicsit tisztában látni ebben az ügyben. Köszönjük, hogy figyeltetek. Szevasztok!